Sziasztok! Már itt is vagyok 2017 kedvenceinek második részével, és a mai téma a hajápolás és hajformázás. Úgyhogy itt a dobozban itt van mindenféle termék, valamint van olyan termék is, amelyik nem fér bele ide, de majd meglátjátok, hogy miért. Úgyhogy ezt gondoltam ma sorra venni, hiszen ez ilyen egy kategóriának tökéletes dolog. Hajápolás terén viszont nem sok újdonsággal tudok számolni szerintem, hiszen ugye elfogyottak között nemrég beszéltem arról, hogy mennyire szeretem a Lush termékek közül az I Love Juice-t, valamint a Veganist. És ez most egy kicsit ilyen extrém helyzet, hogy ugye elfogyottak között már említettem őket, mégis még itt vannak, mert már annyira picike volt bennük, hogy nem akartam velük a következő elfogyott videóig várni, és mégis van még bennük icipicike. Szóval arról van szó, hogy egy nagyon jól tisztító sampon, ez az I Love Juice-t, tehát valóban minden tucot kivesz, hajlak maradványt, minden egyéb szennyeződést valóban jól eltávolít a hajból, mégsem szárít, hanem már önmagában is táplál, és hogyha netán valamiért kihagyom a hidratálást, akkor is puha a hajam, és rendkívül fényes, és szerintem valóban magáért beszél az, hogy mennyire fényes és szép a hajam mostanság, és a Veganiz hajápolóval kiegészítve egy csodálatos kombinációt alkotnak, és egyébként, aki esetleg óckodik a Lush termékektől, hogy túl erős az illatuk, azoknak ezeket ajánlom figyelmébe, mert ezek pont nem abba a kategóriába tartoznak, hanem mind a kettő rendkívül kellemes mértékűen erős illatú, természetes aromákkal teletömött csodálatos termék, és egy-egy ilyen flakon az abszolút egy évre elegendő mennyiséget tartalmaz. Ugye most tényleg rövid a hajam, tehát nyilván kevés sampont használok, de volt azért nekem válligérő is az év folyamán, és abszolút sokkal kevesebbet kell ezekből használni, mint a sima drogériás samponokból és balzsamokból, úgyhogy nagyon kiadós. Tehát lehetséges, hogy fájdalmas az a nagyobb összeget kiadni egyszerre értük, de megéri, hiszen hosszú távú befektetésről van szó. És egy másik termék, amelyik nem is igazából sampon, csak samponként is használható, az a Biobázának a 3-1 terméke, ez éppen egy zöld teás kiadás. Ugye ezeket már a régebbi flakonban is mutattam ilyen minőségben, mint hogy samponként is bevethetőek, abszolút beválnak úgy is. Emellett pedig egyébként a bőrt is úgy hidratálják zuhanyzás közben, hogy nem száraz zuhanyzás után, ezt nem tudom, hogy hogyan csinálják. Nagyon kellemesen habzanak, nagyon jó az állaguk, csodálatos természetes jellegű illatuk van, és hát a hajam is abszolút szereti őket. Igazából nagyon hasonló tulajdonságuk van ilyen szempontból, mint az előbb említett Lush termékenek, tehát hogyha netán valamiért kimarad a maszk, vagy hajpakolás, vagy hajbalzsam, vagy hajolaj, vagy bármi, akkor is fényes és hidratáltnak ható hajam van, úgyhogy abszolút bevált ez is. Ezt nagyon tudom ajánlani figyelmetekbe, hogy az előző videóban már említettem, hogy lesz még biobáza egyéb videókban is, hát itt van. Nagyon szeretem egyébként, mint tusfürdőként, mint samponként, tehát szerintem ez még a fürdőtermékek között is fel fog majd bukkanni. A hajmosás utáni hidratálás részeként pedig nálam nem maradhatnak el a hajolajak, és ezek közül egy új kedvencem lett a Pixie Boxnak, vagy a Pixie Bagnek a hatására. Sajnos nem emlékszem, ugye idén is több dobozt is megrendeltem, és ez éppen egy hajvégápoló szérum, és a Helia D márkától van. Ugye nagyon-nagyon sok kedvencem lett a Pixie Boxnak, hála. Nagyon jól hidratálja a hajat, egyébként meglepően híg, tehát hígabb, mint általában a hajápoló olajak, mégis jól hidratál, vagyis hát ilyen olaj, tehát nem hidratál, de értitek, tehát táplálja a hajat, és úgy tűnik, hogy megelőzi a hajvégek töredezését. Ezt nem most tudom megállapítani, amikor ennyire sűrűn vágatom rövidre, hanem az év előző szakaszában, de az tény, hogy nagyon jó, fényes lesz tőle a haj, és nagyon tápláltnak és ápoltnak tűnik, úgyhogy tudom ajánlani nektek is figyelmetekbe. És ami még mellette szól, az az, hogy nincsen erős illata. Ugye nekem a Balea-nak is nagyon bevált a hajvégápolója, de sajnos nem szerettem használni amiatt, hogy kifejezetten erőteljes vaníliás illata volt. Ennél ez nincsen meg, úgyhogy abszolút semleges illat, amely el is illan a hajról. Úgyhogy ha valaki erre érzékeny, és szintén nem szerettem miatt mondjuk a Balea-t, akkor ezt érdemes csekkolnia. Örök kedvenc, és szerintem minden évben felbukkan nálam az Avon hajvégápoló olaja, méghozzá a marokkói argánolajos kiadás, mert ez egy eléggé sűrű változat. Nagyon-nagyon szereti ezt is a hajam, igazából nagyon-nagyon szeretem az illatát is. Ez az Avonnak a jellegzetes hajápoló illata,
és a hajam is szereti, valamint ugye mindig el szoktam róla mondani, és ez fontos, hogy szakállápolóként is beválik, és ez azért fontos, mert úgy tűnik, hogy a cégek rákaptak erre, hogy a szakállápoló termékeket külön legyártsák, és sokkal-sokkal borsosabb áron adják, én láttam 4000 forintért is ekkora mennyiségű olajat, ez pedig leárazáskor olyan 800-850 forint szokott lenni az avonnál, és ugyanazt tudja, mint azok a drága olajak, sőt jártunk úgy drága olajjal, hogy túlságosan híg volt, és emiatt nem volt jól használható szakáll. Ennek az állaga is jó, a hatása is, Tamás nagyon-nagyon szereti, úgyhogy ezt újra vásárolom neki mindig, és van olyan, hogy bizony a hajamra is ezt használom. És már csak egy olajos jellegű termék van, ez egy Avon Advanced Techniques kétfázisú olaj, amely nem annyira jól hidratál egyébként, vagy hát nem annyira jól táplál, mert hogy olaj nem hidratál, mindegy. A lényeg az, hogy viszont nagyon szép fényt kölcsönöz a hajnak, és ez nagyon jól tud akkor jönni, hogyha mondjuk arra ébredek, hogy a tegnap este még tökéletes hajam, az már mosásra szorulna, viszont nincs erre időm, ezért ugye bevetem a száraz sampont, amitől sajnos sokszor mat lesz a hajam. Na most akkor ebből egy kicsikét rápermetezek a hajra, teljesen tökéletes lesz tőle, úgy tűnik, mintha nem száraz sampont használtam volna, csak lenne egy frissen mosott, fényes, dús hajam, úgyhogy tudom ajánlani figyelmetekbe, hogyha nektek is az a problémátok a száraz samponokkal, hogy túlságosan mattá teszik a hajad, akkor ez megoldást nyújthat erre a problémára. Ha pedig száraz sampon, akkor nálam abszolút nyerő a Batiste száraz sampon, a legeslegjobb szerintem. Én eleinte nem értettem, hogy milyen felhajtás van körülötte, ugye nekem volt a jól bevált Trendy Tap száraz samponom a DM kínálatából. Aztán viszont az sajnos megszűnt, és a többi bálea nem ír a nyomába, abszolút nem. Tényleg nem, valamelyik egész jó lenne, de annyiszor futottam bele abba, hogy nem működik normálisan, és nem jön ki a flakonból, és mosogatni kell a fúvókát, és még akkor sem működik jól, hogy elegem lett belőlük, és igazából a Batiste az egy tökéletes száraz sampon, sokkal kevésbé mattítja a hajat, mint a többi, egyébként nagyon kellemes szokott lenni az illata, rengeteg változatot kipróbáltam már belőle, mindegyik abszolút jó volt, mindegyikkel elégedett voltam, az áruk sem annyira vészes, és egyébként DM-ben is, Rossmannban is kaphatóak ugyan, de én a Notino-tól szoktam megrendelni, vagy van olyan, hogy a Pink Pandától egyébként, mind a kettő helyen ugyanannyiba kerülnek, tehát igazából ez úgy szokott nálam zajlani, hogyha amúgy is rendelek az adott webáruházból, akkor Batiste-t is rendelek, úgyhogy én mindig van otthon utánpótlás belőlük, és tényleg eddig mindegyiknek az illata is jó volt, a hatása is jó volt, nem fedeztem fel különösebb különbségeket köztük, tudom ajánlani figyelmetekbe, nekem ugye szőkehajon is volt Batiste-om, meg most vörösen is van, és mindegyik hajszínnel abszolút jól működik. Ha pedig hajformázás, akkor két lehetőség van, ugye az egyik az, hogy a saját kis hullámaimat próbálom meg előcsalogatni, a másik pedig az, hogy mesterséges hullámokat varázsolok bele, nos akkor foglalkozunk most az első kategóriával, tehát amikor a saját hullámokat próbálom előcsalogatni, akkor hosszú évek óta a Pixi Boxból megismert Tony and Guy termék a kedvencem, ez a Sea Salt Texturizing Spray, nagyon jó kis neve van, így csodálatosan hangzik, a lényeg az, hogy tengeri só van benne, és ennek köszönhetően olyan hatást érhetünk el vele, mint amikor valóban a tengervíztől magától behullámosodik a hajunk. Emiatt viszont egy kicsikét egyébként ilyen kemény jellegű is lesz a haj, ezt így nem annyira szeretem benne, viszont azt igen, hogy a saját hullámaimat előcsalogatja, és ezzel akár 2-3 napra is a hullámok előcsalogathatóak, mert hogy tartós a hatása. Nagyon szeretem, viszont találtam helyette egy alternatívát, amelyik sokkal-sokkal jobb, mert hogy a hullámok ugyanúgy tovább megmaradnak vele, tehát 2-3 napon át abszolút megvannak, viszont nem kemény a haj tőle, sőt ráadásul ez még táplál is, úgyhogy ilyen szempontból is sokkal jobb, mint az előbb említett termék. Ez a Lavera-nak ismét egy terméke, erről is volt már bejegyzés a blogon, úgyhogy lesz hozzá link a leírásban. Igazából alapvetően ez egy öblítést nem igénylő balzsam, ugyanakkor viszont abszolút előcsalogatja a saját hullámaimat, nagyon jó az illata, eszméletlen csodálatos joghurtos jellegű narancsillata van, táplálja is a hajat, hullámossá is teszi, a hullámok tartósak is, úgyhogy ennél több nekem nem kell, és igazából ez nagyobb kedvenc lett, mint az előbb említett, mivel viszont azt is használtam, és azt is szeretem azért továbbra, és azért azt is gondoltam megemlíteni, de szerintem ez egy sokkal jobb alternatíva, úgyhogy ajánlom nektek is figyelmetekbe.
Ha pedig arról az esetről van szó, hogy mesterséges hullámokat varázsolok a hajamba, akkor mindenképpen Remington terméket szoktam választani. Ez sem szponzorált, hanem rengeteg Remington terméket beszereztem, mert annyira szeretem a márkát, és igazából nem is nagyon akarok már próbálkozni más márkákkal, mert ezek annyira jók, és a kupvasak az én nagy barátaim, és igazából ez ilyen kategóriaként értendő. Nekem nagyon sok változat megvan tőlük, és erről volt is egyébként a blogon már szó, hogy melyikkel pontosan milyen hullámot tudok elérni, ott megnézhetitek, hogy a hajamban hogyan hatnak, tehát valóban képpel dokumentáltam a dolgot, és a legkisebb kupvastól a legvastagabb hengervasig mindenfélén van. Most pedig nagyon megörültem annak, hogy egy vastag, de kupvas is kapható már náluk, úgyhogy ezt is megrendeltem magamnak. Egyébként ezt mindig a My Beauty Tools webáruházból szoktam megrendelni, és nem emlékszem sajnos árra, tehát igazából azt tudom mondani, hogy a kategóriában a termékek olyan 8000 forinttól 16, akár 20, akár hány ezer forintig elérhetőek. Ez szerintem egy 12 000-es termék, de nem vagyok benne biztos, majd ki fogom keresni, mindenképpen lesz link a leírásban, hogy hol kapható és mennyiért, és a mai napon ezt vetettem be konkrétan a hajamban, és ilyen nagyon nagy hullámok és volumen lett ebből így a hajamban, úgyhogy nagyon elégedett vagyok ezzel is, de mondom, igazából mindegyiket tudom szeretni valamiért, az elliptikus vasat azért, mert olyan beach hair jellegű, tehát strand hullámokat tud produkálni, mint hogyha ugye a tengeri sóton lenne hullámos a hajunk. A picike kupvasban azt szeretem, hogy már tényleg göndörré teszi a hajamat, és amikor hosszabb, akkor is egy göndör nagy hajkoronát varázsol. A vastag hengervasat azért szeretem, mert ilyen lágy, hosszabb, nagyobb hullámokat alkot, és nagyon szeretem most ebben a vasban azt, hogy a kupvasnak és a hengervasnak ezt a jellemzőjét, ezt a két jellemzőjét így egyesíti magában. Nagyon tetszik, hogy lágy a hullám, mégis kicsit azért különlegesebb azáltal, hogy kúpos ugye a vasnak a vége, teljes mértékben bevált ez is, szóval én a Remington hajformázókra tudok esküdni. Egyébként hajszárítom is tőlük van, arról is volt szó a blogon, úgyhogy arrahoz is lesz majd link a leírásban. Igazából csak jókat tudok róluk mondani, még van egyenesítő kefém is tőlük, azzal is nagyon elégedett vagyok, arról is volt szó a blogon. Szóval nagyon szeretem őket. Egyébként régebben még volt Imetek és Roventa hajformázóm is. Azokat is szerettem igazából tényleg, csak annyira bevált a Remington, és annyira garantált minőséget kapok, hogy mindig ezeket szoktam megvásárolni, úgyhogy Remington, én abszolút állok a márka mellett. Ha pedig fixálnom kell ezeket a mesterséges módon előhozott hullámokat, akkor örökre szerintem az Avon hajlakja lesz a kedvencem. És most már el tudom mondani, ugye volt olyan, hogy nekem a fényes csomagolású volt még meg, de már új csomagolásban volt kapható, és attól féltem, hogy megváltozott a termék, hogy nem változott meg, a formula ugyanaz marad, ugyanaz a textúra, illat, hatás, minden. Csodálatos, tehát tényleg nem kemény a hajam, abszolút hajjellegűen bele lehet túrni, és kellemes a tapintása, mégis megtartja a hullámokat, hogyha alvás előtt még egyszer egy picike kis réteget felviszek belőle a hajra, és úgy alszom, akkor másnapra is ezek a hullámok még meg szoktak maradni, úgyhogy egy csodálatos hajlakról van szó, abszolút jó áron, nagyon finomra porlasztja egyébként a fúvóka a terméket, ilyen szempontból is szeretem, és olyan szempontból is, hogy utazni is lehet vele, mert ügyesen lezárható itt a tetején maga a fúvóka, nem nyomódik be véletlenül ugye utazás közben a fújó. Nagyon jó, tényleg a legjobb, ilyen 900 forint környékén szokott lenni akcióban, szerintem nagyon jó az ára, 200 ml, és valóban jó, tehát tényleg valóban jó. Én több hajlakot is próbáltam, volt amelyik volt ilyen jó, viszont 2,5-szer ennyibe került, úgyhogy én úgy vagyok fel, hogy miért menjek egy drágább termékhez, és miért vegyem meg azt, hogyha ez ennyire jól működik, nekem ez az abszolút kedvencem lett. Ez volt tehát a 2017-es termékeknek a kedvenc hajápolási szekciója, hajápolás és hajformázás terén ezeket a termékeket szerettem, és ismét szeretnélek titeket arra megkérni, hogy a megjegyzéseknél írjátok meg, hogy mik voltak a ti kedvenceitek, illetve hogy van olyan termék, amit említettem, és közös kedvenc, mert hogy nálatok is abszolút kedvencé vált. Köszönöm, hogyha itt voltatok velem, gyertek máskor is, és legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!